Hétfő délelőtt már a csatorna fedelek körül végezték az útfelújítási munkát a Deák Ferenc úton. Az elmúlt években többször végeztek itt kátyúzást, de ez nem oldotta meg a problémákat, így most a teljes utca új aszfaltot kap. Nagy öröm nekem és a kettes körzetnek, hogy itt kezdődik az útfelújítás. Sajnos csak ebben a körzetben ez az egy utca lesz, ez egy ilyen 300 méter hosszú út, ami nagyon elhasználódott és nagyon kikátyúsodott, tehát már itt a kátyúzgatásokkal, toldozgatásokkal tavaly is csak a gond volt, mert nem oldotta meg azt a problémát, hogy itt a lakóknak megfelelő körülményeik legyenek. Most végre a teljes felújítást el tudjuk érni. Egy olyan 7 millió forintos összegbe kerül ennek az útnak az újra aszfaltozása. Szandoli Ernőné már 16 éve az utcában él. Ez alatt az idő alatt nem végeztek teljes felújítást az utcában. Azt mondja, már épít volt az ideje. Sajnos a víz úgy zúdul le mindig esőzés alkalmával, hogy mindig kiválja ezeket a lyukakat. És már volt egy baleset, és egy biciklis gyerek elesett, és hát kórházba kellett szállítani, és ennyit tudok mondani. És nagyon-nagyon örülünk, hogy most megcsinálják az utat. Az idei költségvetésben külön sor szerepel erre a célra. 100 millió forintot költenek a belterületi utak felújítására, és ezen felül még kátyúzásra is szánnak pénzt. A Deák Ferenc út csak az első a sorban. Ebben az évben még további 10 utcát újít fel az önkormányzat. 11 útszakasz fog megújulni 60-ban. Ezek között van olyan útszakasz, amely méreténél fogva olyan jelentős méretű, hogy ezt két egymást követőjében fogjuk teljes mértékben megújítani, ilyen például a Mikes vagy akár a Petőfi Sándor utca. És természetesen, ahogyan elképzeltük és ahogyan tovább fogjuk vinni, úgy minden évben hasonló méretű összeget fogunk belterületi útfelújításra költeni, ami azt jelenti, hogy a ciklus végére jelentősen meg fognak újulni a belterületi utak. A felújítandó utcákban élők még a munkavégzés előtt megkapják az értesítést, hogy felkészülhessenek a munkálatokra.